kell lépniük, és mikor ez rajta van, utána a gépen lehet látni a lábukat. Őnek jó, úgy néz ki, alakul, de sajnos a picit a belső bolti rész laposabbak kellett érnél, de bízunk benne, hogy később majd jobb lesz. De nagyon szépen lehet látni, hogy milyen a lábnak a felfekvése. Már hagyományá vált, hogy minden évben Vince József lúdtalpszűrést végez a gyerekeknek. A szűrés eredményéről a szülők és az iskola védőnője tájékoztatást kap. A Semmelweis Ignác humán szakképzőiskola diákjai vezették a következő foglalkozásokat. Csecsemőgondozás, sebkötözés, idegentest eltávolítás. Nem jött ki. Mit csinálsz? Keze alatt átnyúlsz, köldök magasságában. Kicsit lejjebb, átfogod az öklödet, és hirtelen magad felé is fölkirántod. Eszméletlen betegellátás. Jó. Ja, nem jön, ne olyan hevesen. Jó, fogod is fogod. Jó, és tarts, nézd, tartjuk. Titrálás, vagyis savasság lúgosság vizsgálatát élelmiszereknél. A budapesti orvostanhallgatók egyesületéből 4 leendő orvos tartott előadást a káros szenvedélyekről, az egészséges táplálkozásról, a szív- és érrendszeri betegségekről, valamint a biztonságos szexről. Ez nem ártalmas jó esetben, csak akkor lehet az, hogy amelyet betegesek gyakran űzik ezt akár. A Ján Ferenc Kórházból Patakiné Balogh Gyöngyi vezetőasszisztens és Fazekas Sándorné szakasszisztens a dohányzás káros hatásairól tartott interaktív előadást. Pusztai Gabriella, a sürgősségi betegellátó osztályvezető nővére az újraélesztés rejtelmeibe vezette be a tanulókat. A Szigetszentmiklósi tűzoltóság szakemberei tűzoltóautó bemutatóval kápráztatták el a gyerekeket. Az országos mentőszolgálat rohamkocsijával színesítette a programot. A gyerekek megnézhették, hogy mi mindennel van felszerelve egy koraszülött mentő. Béres Krisztina feszültségoldó tornát, Horváthné Molnár Erika pedig jogát tartott az alsósoknak. Ezen kívül még mértünk zajszintet, ami egy iskolában meglehetősen magas. Foglalkoztunk az ivóvízzel, és készítettünk gyümölcssalátát. Fontos a vitamin bevitele, hiszen térre teljesen kiürülnek a tartalékok.